A két csapat legutóbbi mérkőzése május 15-én Tahiti büntetőből betalált. Tahiti most is berúgja. A 27. percben előnybe kerül a Zalaegerszeg. Most 10 perccel korábban rúghatott büntetőt Tahiti, mint május 15-én. Akkor egyébként végül 2-1-re kikapott a Zalaegerszeg a Kisvárdától. Most vezet Ricardo Moniz együttese. Gólt lőtt egyébként az AC Milan ellen is Tahiti. És itt most megvan az első bajnoki találata az új szezonban. Gyönyörűen fellövi a kapufa alá, Hindrik egyébként is a másik irányba ment, de olyan magas volt ez a büntető, hogy nem is lehetett védeni. Ha eltalálja az irányt Hindrik, nagy eséllyel az akkor is gól.